Ezt is túléltem. Itt vagyok. Igen? Merő együttérzésből. Nem akarna lefeküdni velem. Csak vicceltem. Hogy érzi magát? Nem számítottam rá, hogy egy lőtsebb ilyen tortúrákkal járhat. Fel tudta dolgozni? Örülök, hogy életben vagyok. Beszélt a nagybátyával a történtek óta? Nem. Nem is fogok. Ma már a saját ágyamban alhatok. Az elmúlt 6 hétben otthon is egy kórházi ágyam volt. Felébred éjszakánként? Altatót szedek. Szokott álmodni? Ha igen, miről? Vannak rémálmai? Gyászos hangulatban vagyok, ha erre kíváncsi. Ez érthető, Anthony, hiszen az egyik családtagja lőtt magára. Tudom. Ön megpróbálja elbagatellizálni a dolgot, de kérem, ne tegye. Azt hiszem, elég sok mindent kell megbeszélnünk. Találkozott már a poszttraumatikus feszültség kifejezéssel? Ne tudományoskodjon. A bácsikám meg akart ölni. Mi több másodszor? Harmadszorra majd sikerül neki. Mert azt már nem fogom megúszni. Most viszont örülök annak, hogy élek. Minden nap ajándék. Mit kell ezen megbeszélni? Ahogy akarja. Van valami más, amiről esetleg beszélni akar? Mit szólna, ha ott folytatnánk, ahol abba hagytuk? A fia? Az a nyavajás kölyök egyre reménytelenebb. Kibukott az iskolából. Amíg kómában voltam. Ha jól tudom, az első fél év után ön is otthagyta a főiskolát. Ez igaz, de mutatok pozitív példát is. Miért nem azokat követi? Munkahelye van. Videótéka. Fantasztikus karrier áll előtte. Az önnel történt tragédia bizonyos szempontból lehetőséget adott neki, hogy tanuljon az apja hibáiból. Miben hibáztam? Szó nélkül lepuffantott a bácsikám. Magával is bármikor megtörténhet. Én arra az életformára gondoltam, amit választott, a fegyvertartásra, a vitásügyek erőszakos megoldására. Ön is és a nagybátyja is ilyen eszközökkel dolgozik. Mondtam, hogy a bácsikámról ne beszéljünk. Rendben. De abban azért hajlandó velem egyetérteni, hogy egy videótékában dolgozni nem a legrosszabb pénzkereseti lehetőségek egyike? Igen, ez igaz.